szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délelőttön, délutánon, attól függ, hogy mikor nézitek, nem regértem hozzá a munkából, itt van a feleségem, ott van a Davis, ott van a Lucas valahol benne a szobájába, megebédeltem, megzonyoztam magamat, le kell vágni a hajamat, még mindig nem vágtam le, készülődünk, ugyanis megyünk, szokás szerint megint kell menni a boltba, valamit mindig kell venni, vagy kenyeret, vagy tejet, ugye, ugyanis veszünk egy kenyeret, vagy kettőt, ezt a rendes kenyeret, és elfogy. Tehát, na mindegy, nem szoktuk lefogyasztani. A munkás kérdében, mert munkába is viszek ugye kenyeret, inkább ilyen zsemlés kiflét, azt leszoktuk fogyasztani, és egy nappal előbb elővesszük, egy estével előbb, hogy felolvadjon, és másnap friss. Nem tudom, ti is szoktátok fogyasztani a kenyeret, vagy a zsemlét, vagy nem. Na mindegy, rendes kenyeret mi nem szoktuk fogyasztani, és azért kell majdnem minden nap másnap elmenni a boltba venni. Mi a helyzet? Mi a helyzet? Mit? Mit mondasz? Az idő, képzeld el, jó idő volt, jönnek a felhők, lehet, hogy lesz egy kis eső. Az utánfutó még mindig megvan. Amúgy kezd lejönni róla ez a sok, mutatom, várjál, ráközelítek. Múltkor befújtuk ilyen rozsdástalanítóval, és kezd lejönni róla. Úgyhogy most meg kell egy kicsit csiszolgatni, úgyis a közepe ott egy kicsit olyan rozsdás volt. A múltkor mutattam ugye nektek. Aztán képzeld el, itt volt egy hűtőláda. Ugyanis a víz ide kihoz dolgokat nekünk, üres üvegeket, hűtőládát, egyet hozott nekem, meg egyet a szomszédnak is a hétvégén, és azt mondta a feleségem, hogy hétfőn, minden hétfőn jönnek ilyen kis csónakkal, itt errefel itt a vízen, és összeszedik a szemetet, úgyhogy elfitték a hűtőládát. Megnéztem, üres volt a hűtőláda, biztos leesett egy csónakról, vagy a partról, vagy, és ide behoz a szemetet. De minden hétfőn jönnek és kitisztítják, tehát elviszik az üvegeket, meg hasonló dolgokat, úgyhogy abban jó. És azon gondolkodtam, hogy hova fogom eldobni azt a hűtőládát, ilyen nagyobb volt, és koszos volt, kukába alig fért volna vele, de szerencsére elvitték. Aztán megmutatom nektek a csónakot, ugyanis elkészült a festése annak a narancságának. Az Instagramra felraktam egy fényképet, egyet, csináltam róla egy párat, ugyanis készen van. Megmutatom, hogy hogy nézett ki, meg megmutatom, hogy most hogy néz ki, fényképen is, meg élőben is. Ugye mondták, hogy egy-ketten mondták, hogy nem elkészítenék róla egy videót megmutatni közelebbről, ugye ezt most meg fogom tenni. És amit akartam kérdezni, ugye nálatok most nyár van, hova mentek nyaralni? Ugye ezt tavaly is kérdeztem tőletek, hogy mentek-e valamerre nyaralni, vagy nem mentek. Mit csinálsz? Segíts! Na, add ide, felhúzzuk azt a Nerf Gun-t. Pop! Mentek-e nyaralni valamerre, a Balatonra, vagy akárhova? Bum! Ugyanis mi beszélgettünk róla, ugye nálunk most tél van. De vicces! Hogy megyünk majd mi is nyaralni, de majd nyáron, ugye majd... Na, húzzad! Majd januárban, ugyanis a nyár ugye decemberre kezdődik minden... Puff! És januárban elmegyünk majd mi is valamerre nyaralni, valószínű a Davis-szel, a Lucas-szel, meg ugye feleségemmel. Így négyen, na húzzuk, húzzad! Hogy hova? Azt én nem tudjuk, valószínűleg valahogy ide ugye nem olyan túl messze. Mit mondasz? Egy ház! Ja, de ugye nekünk még van fél évünk gondolkodni ezen a nyaraláson, hogy hova menjünk, meg mit csináljunk, de gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, kíváncsi lennék, hogy hova mentek most nyaralni. A Balaton hogy néz most ki? Sokan vannak most is, vagy kevesen vannak a Balatonon? Régebben tudom, hogy sokan szoktak lenni, de hallottam, szervusz Lukasz, hogy mostában nincsenek olyan sokan a Balatonon, ugye, mint régen. Nincs az a sok turista. Nem tudom, gondoljátok, írjátok meg, hogy ti is egyáltalán mentek még a Balatonra nyaralni, vagy nem is mentetek eddig se. Mondjuk attól függ, hogy hol laktok Magyarországon. Vagy, na mindegy, gondoljátok, írjátok meg ide a videó alá, merre mentek. Mi jelenleg készülődünk és elmegyünk a boltba nem nyaralni. Majd megyünk januárba, legalábbis remélem. Eddig még úgy van, hogy hova, nem tudom, vagy fölfele, észak felé, vagy kicsit lefele, dél felé. Nem egészen Sydney-ig. A kettő között, Gold Coast és Sydney között lehet, hogy valamely Coffs Harbor-ról, hogy van az a nagy banán. Majd megmutatom nektek, hodáig eljutunk, majd meglátjuk. Mutatom a csónakot közelebbről, ugyanis elkészült a festés 100%-ba. Megfordítottuk, és így néz ki. Mutatok egy kettő képet, hogy nézett ki, meg most hogy néz ki fényképen, ugyanis kiraktuk a hétvégén ide a fűre, és lefényképeztem. Közelebbről ilyen szép narancság lett, szerintem jól sikerült. Legalábbis én azt gondolom. Raktunk egy ilyen matricát,
Látjátok? Apukám vásárolta, kiúztuk ezt itt fehérrel, ahogy látjátok. A belső az ugye még nincsen kész, azt még ugye mindig csináljuk, kell bele ülés, kell bele hátsó ülés, motor, kormány, meg hasonló dolgok, ugye? De a festések kész van. Szerintem jól sikerült. Ahhoz képest, hogy nézett ki. A másik is már majdnem kész van, azt még kell egy kicsikét javítani, és majdnem annak is kész teljesen a festés, a festészete. Aztán ugye mind a kettőt meg kell csinálni, fel kell szerelni dolgokkal, kell venni motort, és meg hasonló ilyen kisebb dolgokat, hogy vízre lehessen tenni. Na várj, próbálom mindenki az autót. Na, hogy vízre lehessen tenni, de végülis még van időnk, mert most ugye tél van, nincs a legjobb idő, nincs olyan nagy meleg. Egyszer kész, hogy van meleg, hogy ki lehetne vinni a vízre, de inkább tavasszal. Tavasz ugye ki lehet majd már jobban vinni, meg főleg ugye nyáron, a nagy melegbe, akkor majd lehet, hogy azért nem viszük ki, mert túl meleg van. Na minden, én tolatok, ez csipog, és megyünk vásárolni. Nézzük a játékokat. Megint ezeket nézzük, Lukasz. Mit keresünk? Én nézzük meg a PlayStation-es játékokat. De ez az Xbox van a PlayStation-es. Ja, sok-sok játék. Le van árazva, látod, az összes le van árazva. Ja, de te tudod, hogy én... Hol van? Mit eljelzik a haszna? Ja, de van köztük, nem használt. Ja, Tom, de itt van én. Ja, ott. Összes, ja, sok-sok játék. Na, még ezt tudjuk, Tuki. Nem, még mindig nézünk. Ja, ott vannak az irányítók. Ó, sok-sok játék. Ne nyomd a kamerát, te nyuszi. Csavó. Szávasz. Na gyere, menjünk tovább, jó? Elmegyünk. Megnézzük, hol a mami ugyanis elment a boltba addig venni kenyeret. Na meg vagy? Venni kenyeret, meg mit? Tejet, meg a szokásos dolgokat. Addig mi átsétálunk, nem tudom. Mondjuk sétálunk, aztán körbe nézzük, hol a máshol. Zárd be. Ja, az a bolt bezárt. A DVD-s bolt bezárt. Játszunk, nem mással, mint a Grand Theft Auto-val. Legalábbis én most egyelőre nézem, a Lucas játszik, meg a Davis is ugye nézi, de ott a kezébe a távirányító, vagy az irányító, nem távirányító, az irányító. Ja, le van merülve, be kellett azért oda dugni, látod? Aztán képzeld el, múltkor ugye volt ez a házi állatunk, ez a csúszomászó gyik, az a nagyon csúnya volt, ugye megosztottam az Instagramon azt a fényképet, még annak idején pár héttel ezelőtt, és van egy másik, vagy volt. Itt alszik, vagy szokott aludni, le lett porszívózva ezen az ágyon, ilyen szőre van neki, mit? Mi? Mi? Ilyen... Én tudom, hogy mondtam, ilyen szürke szőre van, ugyanis kitépi a szőrét, vagy valami nyalogatja, vagy valami, nem macska, mert itt senkinek nincs macskája közelben, csak kutyája. Nem hiszem, hogy a kutya átjön éjszaka, meg nem is ilyen a színe a kutyának, hanem ilyen fehéres. Én azt hiszem, hogy ilyen poszum, vagy valami, ilyen állat lehet. Itt múltkor le kellett ugye porszívózni, mert tele volt szőrrel, képzeld el. Gondoltam, hogy egyik este ki fogom tenni a GoPro-t, vagy valamelyik kamerát, és lefilmezem. Hátha le tudom ugye filmezni. Miért van itt ilyen sötét? Van, hogy fel kéne kapcsolni. Hátha le tudom filmezni, hogy milyen állat lehet. Na, mindjárt világosabb lett. Amúgy nem veszélyes, mert megnéztem, azt mondják, hogy nem veszélyes, kivéve, hogyha valami betegsége van neki, ugye, de ki tudja. Azért a biztonság kedvére leporszívóztuk ezt az ágyat azóta. Ez volt egy pár napja, azóta nem láttam, hogy visszajött volna. Nem hiszem, hogy van rajta, várjál, kimegyünk megnézni. Látod? Nem látod, mert én sem látom. Ilyen koszos volt, hogy mintha valami megmászta volna. De az is ki lett takarítva. Na mindegy, remélem, hogy nem fog visszajönni. Nem, te befelé. Menjél be, nem megyünk most ki, ja. Nincs rajtunk is cipő, se semmi se. Bejövünk. Még a kerítés is majd fel kell ugye ide tenni, hogy a Davis, hogyha kimegy a nyáron, vagy tavasszal, vagy akármikor, ugye. Bár nyáron jobban ki fog járni, mint most télen. Nyilván véletlenül lemenjen a víz felé. Kell lennem egy fűnyírót is, és le kell vágni a füvet. Kezd megint hosszú lenni. Na, úgyhogy most játszunk egyet, aztán nem is tudom, hogy mit csinálunk. Valamit akartunk filmezni, Lucas, mit akartunk filmezni? Ja, Lucas csatornájára akartunk filmezni egy videót, amit valószínű, hogyha ma lefilmezünk, ti holnap majd meglátok, mert megpróbálom megszerkeszni és feltölteni. Ebben a videóban nem más lesz, mint a pisztolygyűjteményem, ez a kulcstartós pisztolygyűjteményem, a Lucas le akarja filmezni. Ha valakit érdekel, a Lucas csatornáján majd meg tudjátok nézni, ugye?
Mostanában elég sok gyakran töltesz valamúgy videót. Futunk? Nem figyel. Jó van, futunk. Úgyhogy, futunk. Én lerakom a kamerát, meg iszok egyet. Ide raknom aztán valahol a vizemet. Kijátszottuk magunkat. Itt vagyok a Lukasz szobájába, aki éppen most matat. Mit csinálsz? Visszaraki a DVD-t. Az jobb? Mi jobb? Nézem, hogy olyan sok van. Ja, nagyon sok van. Valaki azt kérdezte, hogy mikor lesz ilyen szobabemutató videó. Most mit csinálsz? Hamarosan. Most miért számolod a DVD-idet, vagy a Blu-ray-idet? Hogy nagyon sok minden van neki, ugye nem fogom megmutatni, mert akkor nem lesz érdekes a bemutató, ugye? Mutassam? Nem mutatom. Nem. Azt a sarkot azt meg tudom mutatni. És itt van sok, ez az egyik kedvencem, ezt még én készítettem. Ez a Lucasnek az újja, ami ilyen gumi valamiből van. Látod? Ezt még akkor készítettem, amikor ilyen maszkokat szoktam készíteni. Tehát olyan, aki régóta nézi a videókat, tudja, hogy én szoktam ilyen maszkokat készíteni annak idején. És ez egy olyan új. Beledugtuk az ujját ilyen valamibe, ki kellett önteni, és ez jött ki belőle. Látod? Ez a Lucas ujja. Hány évesen készítettük ezt az ujjat? Én nem tudom, gondolom 5. 5 voltál? Amúgy használtuk ezt az egyik filmbe is, mert volt 2, és bekentük ilyen nem igazi vérrel itt az alját, addod a ne húzogass az alját, és abba a zombisba. És olyan volt, hogy leharaptam az ujját. Ja, amúgy nincsen jó íze neki. Mit csinálsz? Oda rakjad le! Úgyhogy én most elmegyek és készítek vacsorát a Davis közben. Elteteszik a feleségemet, mert ad neki. Mit kérsz vacsorára? Szokásost? Mi az, hogy nem tudod? Hol vagy? Szokásos. Csak dobom ezt az újra. Csak dobot, sonkát teszünk valószínű. Azt mondod, hogy szokásos lenni. Várj, felkapcsoljuk ezt a villanyt megint. Közben lekapcsoltuk. Na, látom, milyen világos lett megint. És mit akartam? Enni, nem enni, készíteni, vacsorát készíteni. Kell tányér, amúgy lesz majd videó, ugye múltkor mondtam, ez az egynapos, mondtam, hogy lehet, hogy egy hetes lesz, de valószínű, hogy egynapos lesz, tehát reggel felkelek és videózok egy pár érdekes részt, tehát nem lesz ilyen túl-túl hosszú a videó, lehet, hogy lesz egy ilyen 20-25 perces, de nem olyan túl-túl hosszú lesz, hogy kelek fel, mit dolgozok éppen, ugye meg hasonló dolgokat egész addig még el nem megyek aludni gondolom, és így össze fogom szerkeszteni, talán zenére vagy valamire, nem tudom. Egy hetes lehet, hogy hosszú lenne egy hetes, ugyanis majdnem minden napom ugyanolyan végül is. Majdnem. Mert minden reggel ugye felkelek, elmegyek dolgozni, hazajövök, és vagy elmegyek a boltba, vagy itthon csinálok valamit ugye most a csónakon, vagy játszunk, vagy... Tehát lesz, hogy unalmas lenne ugye minden nap, minden másnap, vagy minden nap ugye megmutatni, kivéve, hogyha csinálnák azon a héten valami érdekes dolgot, de na mindegy, ma meglátjuk, egyelőre marad az egy teljes nap, valószínű, hogy jövő héten megpróbálom ezt felvenni, amit ha meg fog feltek osztani a hétvégén, nem ezen a hétvégén, hanem jövő hétvégén, hogyha minden jól megy, aztán meglátjuk. Na, hozom a tányért, itt van nálunk a tányér, kivesszük egyet, meg még egyet. Davisnek ugye nem kell, a feleségem meg most nem fog vacsorázni, mert mostában nem vacsorázik mi velünk, mert fürdetni kell a Davis, tehát nagy ritkán, attól függ, hogy a Davis mikor megy fürdeni, ugye. Na minden, én meg halat eszek, azt hiszem ezt a halat eszek, ezt a borsos, citromos, szeretem ezt a halat. Kell hozzá kés, kell hozzá, mi kell hozzá? Villa! Na, itt van, meg van minden. Aztán én addig lerakom ezt a kamerát, ezt a videót én itt most lassan befejezem, mert a vacsora sose fog elkészülni. Úgyhogy mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét, szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!